A műsor támogatója az Új Szangjong, a Korando forgalmazója, a Fabian Autó. Amerikai üzletemberek vagyunk a 70-es évekből, és valószínűleg olajjal foglalkozunk, legalábbis az autónk ezt mondja rólunk. Lincoln Continental 1972-ből. És lehetnénk éppen Texasban is. De nem vagyunk. Egyébként az ötödik kiadása az szerepelt is a Dallas című filmben, mint Jock Ewing autója. Igen, de most egy négyesben ülünk. $7500 van, és mindenre kiterjedő kényelem. És nyomaték. És nyomaték. Főleg nyomaték. Egyébként nincs kihegyezve a motor, finoman szólva sincs. Igen, ennek ellenére azért belepréseltek 365 lóerőt. 7500 az többre lenne képes, 3 fokozatú automata váltója van, tehát meglehetősen ritkán vált. Úgy gondolom, hogy ez a kb. 600 Nm-es nyomaték az nem is nagyon kell váltani. Hát nem. Sokkal szélesebb, mint a mai autók. Én is különösen érdekes érzés ezzel haladni így a mai forgalomban, mert ez az autó nem gurul, hanem vonul. Mennyit fogyaszt? Hát ez egy jó kérdés, az embernek egy olajkutya van mellé, akkor szerintem ez nem számít. Hát olyan eddigi tapasztalatok szerint olyan 25-30 liter között. Mint egy Ferrari. Hát igen, de az érzés megfizethetetlen. If you believe in me, like I believe in you. Kis Ádám és Bencsik Balázs, a Crazy Cutters műhely alapítói, atyai. Ádám el fog nekünk ejteni néhány történeti gondolatot. Reméljük. Így van. A Lincoln Motor Company-t 1917-ben alapították. A névazonosság nem véletlen, hiszen az Egyesült Államok 16. elnökéről, Abraham Lincolnról kapta a vállalat a nevét. 1922-ben viszont a Ford Motor Company megvásárolta a vállalatot, és azóta is a Fordnak a luxus márkájaként működik a Lincoln. Ha jól tudom, annyiba került, mint egy Rolls-Royce, a második kiadás. Így van, 1956-ban a második Lincoln Continental kiadása az Egyesült Államok legdrágább autója volt, annyiba került, mint egy Rolls-Royce. Viszont a legenda szerint minden egyes darabon $1000 veszített a cég a gyártás során, ezért egy picit visszavettek a felszereltségből a későbbiekben. Bár mondjuk ebben az autóban is Cartier jóra szerepel. 70-es években elejétől a Lincoln találta ki azt, hogy híres divattervezőkkel együtt dolgozik, és így alakították ki az autók különleges felszereltségét, a külső-belső színeket, a díszítéseket. Volt olyan modell, ahol 22 karátos aranyból csináltak műszerfal díszítéseket, és az első tulajdonosnak a neve bele volt gravírozva a műszerfalba. Milyen lehetett második tulajdonosnak lenni, nem? A mostani Lincoln Continental és egyetlen a Lincolnok, azok annyira nem drágák már. Nem, körülbelül 13,5 millió forinttól már kapható a manapság is elérhető Continental típus, ami most már nem kupé, hanem inkább szedán formában elérhető. Ez az autó szerintem 8 millió forint körül ér ebben az állapotában. A Lincoln a mai napig gyártja a hatalmas luxus autóit, de ilyen nagy kupé már nincs a palettán. Sajnos. Ezt mintha begyakoroltuk volna. Ez az az autó, ami én azt gondolom, hogy a fogyasztásától eltekintünk, mai napig komfortosan használható, akár a városi forgalomba, akár az autópályán, tehát mindenféle luxust tud, ami a mostani autókban van. Elektromosan mozognak az ülések, légkondicionált. És van hátul is hely. Igen, ez nem véletlen, mert ezeket teljes 6 személyes kupéknak gyártották. 6? Igen, itt elől is ezt felhajtjuk, ja. Akkor
még középre is tud valaki ülni, hogyha... Hát, azt már nem próbálnám ki azért. Hát valami vékonyabb dongájú. Odalépünk neki, akkor azért nézzük meg. Nézzük meg. Hát, méltóság teljesen megindul. Ez a dolga. Menjünk. Az olajválság miatt lett vége, ha jól tudom. Igen, ebben a 72-esben még ez az óriás motor dolgozik egészen a 76-ig, amíg a Mark 4-es széria futott, utána már nem gyártották ilyen nagy motorokkal ezeket az autókat. Azonnali hatállyal iratkozzatok fel a Sportrádió YouTube csatornájára, kövessetek bennünket az Instán és a Facebookon. Köszönöm!